Jó reggelt kívánunk, szevasztok, itt vagyunk Falaki Szabival és Nisztor Bendegúzzal, amit vendégünkkel Priger Inezzel, a Körvonal alkotójával. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Hello, hello! Hát kérem szépen, a Körvonal apropóján vagy most itt, ami egy nagyon izgalmas beszélgetést indító játék. Van most egy csomó időnk erről beszélgetni, és tudom, hogy neked egy kicsit kényelmetlen, mert szokatlan, hogy élőben itt vagyunk, van videó is, meg látnak is, stb. De azért mégiscsak egy olyan dolgot alkottál meg ezzel, ami elképesztő sikerre tett szert, és nem véletlenül. Úgyhogy adódik a kérdés, hogy eleve honnan jött az ötlet, hogy miért érezted azt, hogy neked ezt meg kell csinálnod? Hát ezt a kérdést már annyiszor megválaszoltam, hogy remélem, hogy nem lesz nagyon unalmas mindenkinek. A sablon kérdés az eleje lesz, utána jönnek majd a szaftos nem részek. Nem is azért, csak hogy nem akarom feltétlenül ismételni magam, mindig próbálom picit átfogalmazni a sztorit, de a lényegét tekintve, hogy maradjak ugyanott. Covid alatt a férjem, meg én berendeltünk mindenféle játékot, meg hát ugye be voltunk ragadva, és otthonra, és a férjem rendelt egy angol nyelvű ilyen beszélgetős játékot, amit egyébként egyszer vettünk elő, és egy kérdést beszéltünk meg belőle. Valószínűleg azért, mert akkor volt a kisebb gyerekem, nagyon pici, pár hónapos, tehát sok időnk nem volt azért ilyenekre, még úgy se, hogy otthon voltunk. És utána ez így felkerült a polcra, ez a doboz. Aha. És ez volt mert január-február környékén, és szeptemberig ugye mindig folyamatosan oda pillantottam a könyvespolcokra, és mindig valahol ott volt ez a doboz, de ugye nagyon magasan, kb. El se értem. Uh-huh. Mindig ránéztem, és szerintem így beült az agyamba, hogy mennyire jó lenne egy ilyen magyar nyelven. Aha. Mert hogy akkoriban nem nagyon volt, amikor én utána néztem, akkor egyféle ilyen kártya volt, de az is ilyen tök más volt, mint ami az én fejemben mondjuk lett volna, vagy amit én elképzeltem magamnak. És akkor igen, gyakorlatilag ez volt, hogy szeptemberben kitaláltam, hogy na hát ezt most karácsonyra én mindenképpen ki szeretném hozni. Milyen évet írunk? Mondtad, hogy 2020. Szeptember. 2020. Uh-huh. Aha. 2020, igen. És akkor szeptemberben én így mindig nevetünk azóta, hogy mondtam a férjemnek, hogy szeretnék csinálni egy ilyen kártyajátékot. És mondta, hogy rendben, csinálj egy üzleti tervet. És mondtam, hogy húha, így az én matek és egyéb szkíjeimmel, mondom, az nehéz lesz, de ugye magam módján írtam egy ilyen kívánni számolást, és a férjem azt tudni kell, hogy ő elég szkeptikus, és általában ez sokszor nagyon jó, néha nem annyira jó leső hallgatni a véleményét, de hogy nagyon adtam a véleményére, mert egyébként tényleg ilyen egész okos tanácsokat szokott adni mindenkinek. És, ez tehát, az hogy, egész okos, a férjére beszélni. De tényleg, mert hogy mindenki ugye nagy lelkesen bele akar állni projektekbe, és neki mindig van három olyan keresztkérdése, hogy a végén gyűlsz, hogy hát jó, most a kedvem is elment, igaziból értelme sincs, hogy akkor hagyjuk a francba. És akkor így voltam vele én is, hogy bedobtam neki, és mondta, hogy hát jó, hát nézzük meg, vagy írjam le, hogy mit gondolok. És akkor mondtam, amikor mutattam a kis számolásaimat, meg így a gondolat, nem csak a matekot nyilván, hanem hogy mit szeretnék, milyen kérdésekkel, mit érzek, hogy hány emberhez tud ez szólni, vagy hány ember tud elérni, akkor mondta, hogy jó, igaziból nem tud belekötni, úgyhogy akkor nyomjuk. És akkor így, ez volt még egy ilyen kezdőlöket. Én nagyon kíváncsi vagyok az intuícióra, itt nézem a honlapot, ott van egy ilyen kis idézet, hogy kiskorom óta kérdezek, szeretek beszélgetni, gondolom ez a te gondolatod, és itt a személyiségedre egy picit szeretnék most rávilágítani, vagy felfedezni azt, ugye mondtad itt, hogy megérkeztél, hogy hú, videó is lesz, nem tudom mi lesz, hogy te egyébként belülről mélyen jövően félinkebb vagy, és azt gondolod, vagy azt gondoltad, hogy egy ilyen játék az neked segítene abban, hogy nyiss, és másnak is, vagy ez teljesen félrevezető gondolat? Nem, ez teljesen félrevezető, mert én egyébként gyerekkorom óta nagyon sokat beszélek, és nagyon sokat kérdezek. Az, hogy videóba szerepelni, szerintem az mindenkinek egy picit ilyen komfortzónán kívüli dolog, vagy hát lehet, hogy nektek nem, de az átlag embernek azért kamera előtt, igen, tehát nyilván ezt szerintem bele lehet ebbe tanulni, mert meg lehet szokni. A beszélgetés egyáltalán nem okoz gondot, tehát én egy utcán az idegennel bárkivel leállok beszélgetni gond nélkül, kiskorom óta, úgyhogy pont ezen is gondolkoztam, igen, a kérdések kapcsán, hogy nyilván nekem is biztos sok mindenben tudnak segíteni a kérdések, de én alapvetően egy olyan személyiség vagyok, aki, hogyha bármi zavar vagy bánt, azt én egyből mondom. Tehát, hogy bennem nem nagyon ragadnak benn dolgok, mert nem szeretem cipelni se a rossz, se a jó, semmilyen dolgokat. Inkább mondom, túl vagyok rajta, ha van egy feszültség, vagy bármilyen rossz helyzet, azt is szeretem minél előbb feloldani. Elmondta a király Eszter azt, hogy a hallgatással cinkosai leszünk a rossz működésének.
Úgyhogy hát ez tökéletesen illik a korád is ezek szerint. És hogyha megnézzük, hogy most itt a kamerában is mutatom, hogy egy nagyon vaskos kártyapaklit tartok, tehát ez rengeteg kérdés, rengeteg témában, ami azt jelenti, hogy igen, azért bőven van miről beszélni, és ez csak az első verziója a körvonalnak. Ami meglepő, mert ugye azóta csináltál még négy másikat, plusz még a gyerek verziók is, tehát hogy azért bőven van kreativitás és kreatív energia benned, amit bele tudsz ebbe ölni ezek szerint, és számomra az a meglepő, hogy mindezt fiatal anyukaként. És ez egy csodás dolog szerintem, tehát hogy emelem kalapommal, tudom, mert a családunkban nekünk is van több ilyen ember is, egyén is, aki fiatal anyukaként hol tud alkotni, hol nem. Uh-huh. Szóval ez óriási, hogy ezt így meg tudod csinálni. Kíváncsi lennék, hogy mik voltak azok a keresztkérdések a férjedtől, amivel úgy érezte, hogy hát akkor mégsem annyira jó ötlet. De azt mondom, hogy ennél nem jött olyan sok egyébként, hanem ilyen más biznisz ötleteknél szokott inkább, igen, hogy ilyen technikai, meg egyéb megvalósítás. Szerencsés a helyzet, mert ő amúgy e-commerce területen dolgozik, úgyhogy így a webshop, meg az értékesítés így ilyen nagyban megkönnyítette, hogy ő azért képben van. Tehát egyedül bajba lettem volna ott 2020 decemberében, hogy elindítsam a webshopot, meg mindent. Az amúgy egy bátor dolog, pont így ezen gondolkodtam, hogy 2020 decemberre, ez már bőven COVID. Igen, hogy szerencsés voltam olyan szempontból, hogy akkor nekem voltak azért munkáim, és pont azt gondoltam, hogy így minden megtakarított, vagy félretett pénzemet most ebbe fogom beletenni, úgyhogy nagyon belehittem, hogy ez jó lesz, és végül hál' Istennek jól sikerült. Arra is egyébként, akkor egyébként nem volt szerintem annyira óriási kockázata, mert hogy pont, hogy ahogy ti is vásároltatok, otthonra a társas játékokat. De én még mindig visszakanyarodnék. Oké, kicsit félrementem. Neked nem ez volt az indítatásod nyilván. De ezzel teljesen egyet tudunk érteni, hogy ez egy jó megoldása a személyes problémáknak, hogyha azt kibeszéljük. Gondolom, akkor azért te környezetedben te is találkozhattál ezzel, amivel mindennapokban én is találkozom, hogy a magyar ember egyébként nagyon nehezen nyílik meg. Nagyon. És nagyon nehezen ismerkedik is. Hát pont nyáron voltam én egy fesztiválon, amikor ilyen nagyon-nagyon sok interkulturális arccal találkoztam, és jöttem vissza a rádió, és mondtam a vendégúznak, na most akkor ez az év erről szól, hogy én nyitott próbálok lenni. Nekem magamra kell ezt kényszeríteni, pedig ahogy látod, kommunikatív vagyok. Mennyire nehéz lehet azoknak egy társaságban mondjuk megmutatni magukat, egy új társaságban, akik nem ennyire nyitottak. Talán ehhez is lehet egy kulcs, egy ilyen játék, nem? Hát igen, egyébként pont azt szoktam megkapni visszajelzésként, hogy sok esetben házi buliban nem működik, mert ugye pont egyébként nem feltétlenül annyira mélyek a kérdések, de mégis mindenkiben ugye mást nyit meg mást hoz fel, tehát lehet, hogy egy ártatlan kérdés, most nem tudok hirtelen, nem tudom melyiket mondjam, de hogy elsőre nem tűnik durvának vagy mélynek, de mégis, ha most elő kell hoznod egy gyerekkori sztorit, vagy ami eszedbe jut róla, úgy már nincs kedved 20 ember előtt. Igen, mondjuk az még pont olyan szerintem, amiről is szívesen beszélgetnek. Igen, de igen, abszolút. Tehát az lehet, hogy valakinek bekapcsol egy olyan traumát, emléket, akármit, ami egyébként úgy jött vissza pont, hogy szakemberek használják, és hogy valószínűleg pont ezekért működik, hogy ártatlanak tűnik a kérdés, mégis egy csomó mindent felszínre hoz és megold. Rengeteg visszajelzést olvasni ezzel kapcsolatban, így a körvonalról, ugye te is folyamatosan teszed ki ezeket, és marha jó olvasni, hogy élet különböző területein hogyan van felhasználva ez egész. És ugye, amit mondtad, szakemberek is használják, tehát pszichológusoktól is hallottam már vissza, én bőven mozgó pszichológus körülbelül, mert én is tanulok pszichológiát, és a terápián is feljött már, egyéni terápián, és a körvonal, hogy ez tök jó alap lehet. És adódik a kérdés, hogy azért, tehát hogyha ennyire jól meg vannak fogalmazva a kérdések, akkor ezeket volt-e valaki, aki szupervizionálta, egy pszichológus, vagy pedig ezek mind a saját kérdéseid voltak? Nem, ez mind a saját, és pont ezért vagyok nagyon-nagyon megdöbbenve, hogy ez ekkora utat jár be, hogy tényleg terapeuták, pszichológusok, tanárok, és rengeteg szakember dolgozik vele. Kicsit ez a kis hitűség az ilyenkor megjelenik, meg sokszor felmerül, hogy tényleg, hogy így tényleg jónak látjátok, vagy szerintetek ez ennyire működik, de most már így kezdem elhinni ennyire sok visszajelzés után, és egyébként pont ezért nem volt szupervízió, mert olyan kérdéseket igyekeztem írni, amik tényleg nem ilyen nagyon mélyre mennek, és nagyon belekérdeznek ilyen durván dolgokba. Mondom, igen, lehet, hogy valakibe pont egy, a
amit benned semmit nem vált ki másból, valamit mégis. De most ez akkor gondolom csak a körvon alapverzióra gondolsz, mert igen. Azért a többinél azért már vannak olyan kérdések, az asszociációnál például, vagy inkább a beszélgess jól. Igen, az kicsit erre is volt hivatott, erősebb. Hogy ott azért oldjon fel konfliktusokat, és menjen bele, meg egy kicsit empátiát tanuljanak az emberek, meg tanuljunk. Úgyhogy annál persze, igen, az. De akkor te mozogsz a pszichológián belül, hogy ennyire jó, vagy ezek tényleg ennyire intuitív kérdések voltak, hogy jó irodalmakat olvastál? Inkább, intuitív volt szerintem. Nem mozgok. Mert hogy nagyon érdekel a pszichológia, meg hallgatok mindenféle podcastet, olvasok könyveket a témában, de nyilván nem vagyok expert, és nem is hiszem, hogy erre alapozódott annó. Uh-huh. Szerintem menjünk végig azért ezen az úton, mert én nagyon kíváncsi vagyok, hogy lehet ma Magyarországon 2020-ban egy innovatív új ötlettel, vagy egy más földrészen már működő ötlettel betörni a piacra. Mi ennek a története? Oké, leültetek a pároddal, a férjeddel, voltak keresztkérdések, voltak szkepticizmusok, oké, vagy szkepticizmus volt, de aztán úgy döntöttek, hogy ez lehet, hogy érdemes belevágni. Mi a következő lépés ilyenkor? Hát ott elég gyorsan kellett haladni, mert úgy mondtam, hogy szeptemberben találtam ki, hogy ezt szeretném megcsinálni, és ugye gyakorlatilag ott van szeptemberben 3 hónapot, hogy karácsonyig valami történjen. Uh-huh. És általában azért nem tudom, hogy dolgoztok-e grafikusokkal, az mindig egy picit lassabb, mire ott megszületnek a dolgok, meg mire de mivel, hogy elég konkrét briefem volt, ezért így indultunk, hogy megkerestem a grafikust, kitaláltam, hogy milyen doboz legyen, kerestem egy nyomdát, hogy hol tudnánk ezt kinyomni, milyen formában, akkor azért is futottunk köröket, hogy meg volt az elképzelésem, hogy milyen fiókot szeretnénk, milyen szalaggal, nem tudom mi, de akkor Várjál, én akkor is le vagyok maradva. Tehát ilyen szavakat használsz, hogy neked briefed van. Akkor neked milyen foglalkozol egyébként? Már bocsánat, ha meg lehet ilyet kérdezni. Ja, persze. Én hát alapvetően nem is tudom, mi az általános szó. Én art director, brand managerként dolgozom sok éve, igen, így márkáknak, különböző területen. Ez jelent mindenfélét. Tehát márkája válogatja. Van, akinek a teljes arculatát viszem olyan szinten, hogy a termékeinek az anyagait is én választom. Az arculatát, igen, csomagolás, mindenféle van, akinek csak stylingolunk mondjuk. Most már ügynökségé avanzsáltunk, most már lett egy társam, ugye az elmúlt években. De igen, innen indult, és az egész körvonal is így fogalmazott meg a vágy bennem, hogy nagyon szerettem volna egy saját terméket, ami az enyém. Igen. És amit nyilván a többit is így ugyanúgy a sajátomnak éreztem, de nem annyira, nyilván az mégse olyan, hogyha másé. És szerettem volna egy olyan valamit, ami tartalmilag és esztétikailag is így azt érzem, hogy én vagyok, és nagyon az sajátom. Na, így ezt már értem. Ez így már összeállt a kép. Tehát volt insightod ez ügyben, hogy hogyan is működik egy ilyen sztori. Hogyan lehet fölépíteni mondjuk egy új brandet, vagy egyáltalán mi ennek a lépése. Oké, elmentél a grafikushoz, itt szakítottalak meg, ugye? Igen, tehát egyszerre történt már minden. Már gyártás már igen, tehát gyakorlatilag nulladik lépés a gyártás volt, mert nem volt sok idő, meg hát nyilván a kérdések voltak a nulladik lépés, az gyakorlatilag az elsőnél azokat úgy írtam, hogy ha vezettem és eszembe jutott valami, felírtam, ha az oviba vártam, eszembe jutott, felírtam, tehát nem, ott nem az volt a másodiknál, nekiültem, és egy óra alatt leírtam a 80 kérdés, egy 2 órát, a férjem így jött, ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, tehát egy óra alatt megírtam. Nem, lehet, hogy 2 óra volt, bocsánat, mert bocsánat, ez tényleg. Nem, ott szerintem annyi kérdés bennem maradt, így az egy után, hogy ott voltak tartalék kérdéseim így a fejemben, és az azért volt ennyire flott a másodiknál. Aha. Az elsőnél ott nem ez volt, ott azért így apránként állt össze. Na de várjál, mert azért tehát itt 80 kérdésről beszélünk. Uh-huh. Több témában. Mik voltak a kiinduló pontok, hogy mi az, amiket szerettél volna érinteni, és miért akartad ezeket érinteni? Képzeld el, hogy nem volt ilyen tudatosság semmi. Ebben. Nem. Tehát most hazudni, mondhatnám, nagyon jó hangozom. Itt a kollektív tudattalan valami elképesztő jó. Nem, igaziból nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, pont ezen gondolkoztam, hogy így nem volt tudatos, hogy most érintsem ezt a témakört, vagy azt a témakört. Annyi volt a gondolatom, hogy milyen kérdést tennék fel a barátaimnak, amire nem tudom a választ, és mi az, amire mondjuk érdekes válaszok születhetnének. Aha. Tehát igaziból e köré építettem az egészet, nem volt akkor ez még, nyilván idővel tudatosabb lett a kettőnél, a párbeszédnél és a többinél, de az elején ez egyáltalán nem volt. Tehát inkább ott tényleg arról szólt, hogy én nagyon szerettem volna valami jót csinálni, amit én is jónak tartok, és az emberek is, és hogy
hogy igaziban szórakoztatás volt a fő faktor, tehát hogy arra akartam rámenni, hogy, hogy ezt használják társaságok, beszélgessenek az emberek, tényleg nyíljanak meg, ennyi volt. Oké, de mielőtt én meg tudom vásárolni ezt a polcokról, vagy nem tudom honnan, majd erről is kitérünk. Mi volt a következő? Mert még akkor még csak ott tartottok, hogy akkor indult a gyártás, vagy akkor te grafika. Vagy a kiadód magadnak, vagy ez hogyan működik? Igen, gyakorlatilag. Igen, grafikus, nyomda, ennyi, meg a, hát ez a fő, mire a termék maga megszületett, ahhoz ugye ezekkel lettek, és akkor utána nyilván ennek a kreatív megjelenítése, fotó, weboldal, egyebek, és egyébként itt jön az, hogy mekkora ereje van a social médiának, meg annak, hogyha követnek x ember, és olyanok követnek, akiknek hasonló az ízlése és a világa, mint neked, vagy érdekli őket, amit mondasz. Mert ez volt a nagyon nagy robbanás ott, mikor gyakorlatilag kiraktam, nyilván fogalmam se volt. Én azt gondoltam, hogy ezt majd megosztom, és akkor aranyosan csomagolgatom, meg írok üzeneteket az embereknek, személyre szólóan, meg nem tudom, majd ilyen kedves dolog lesz az egész, meg ilyen kényelmes, és tehát nem tudtam, hogy ebben mit fogunk eladni. Igaziból a férjem nyugtatott, mikor kérdeztem, hogy de mondom, mit fogunk csinálni ennyi ezer darab kártyával, vagy így hova rakjuk, vagy... és most már akkor a garázsunkba érkezett egyébként, vagy hozzánk. És mondta a fiam, hogy nem baj, évekig ezt adjuk ajándékba mindenkinek, hogyha nem megy el, akkor pár évig megvannak az ajándékok. Mondtam, hogy jó, mindegy. És akkor megosztottam Instagramon, kiraktam egy posztot és egy sztorit, és ott valahogy, nem tudom, hogy, ez egy csomó celeb és híresség is megosztotta, anélkül, hogy beszéltünk volna velük. Ez egy másik ilyen vicces dolog volt, hogy ugye írtunk egy influencer listát, hogy kinek fogom kiküldeni, fel is vettük velük a kapcsolatot, hogy akkor kiküldjük, de gyakorlatilag azelőtt elfogyott az összes termék, hogy ki tudtam volna küldeni az influencereknek. Wow. Annyira felrobbant az egész, hogy így ültünk egy este, emlékszem, hogy ilyen teljes sok álltunk otthon, ott nyitva a laptop a konyhába, a gyerekek vacsiztak, én gyomorgörcsen nézem ott, hogy mi történik, ilyen grafikonokon, meg mindenfélén, és ilyen teljes, nem tudtam nagyon felocsúdni ebből az egészből. Letargikus állapot. Teljesen, tehát nagyon, nagyon érdekes élmény volt, így visszagondolva is, hogy nem valahogy nem egy ilyen boldogságérzet volt, hanem egy ilyen ilyen tényleg nem tudom megfogalmazni, hogy mit éreztem. Úristen, mibe kerültem? Igen, de tényleg, hogy mit történik, óriási. Hogy most én csináltam egy terméket, itt van, és most ezt így veszik, és szeretni fogják-e, vagy jó lesz-e, vagy csak most én hiszem, hogy jó, és majd mit szólnak. Úgyhogy igen, az este az egy ilyen egész, nem sokat aludtam aznap éjszaka, mert nyilván ott egyből beindult utána, hogy úristen, hát ezt ki kell küldeni, ezt a sok ezer csomagot. Tehát most képzeld el, hogy ott ülsz, hogy akkor erre, és karácsony előtt voltunk egy-két héttel, tehát mindenki várta, hogy akkor hamar megérkezik, és már aznap este írtak, hogy jó, megrendeltem, mikor jön meg. És akkor jöttek, úristen, akkor ezt el kell kezdeni, úgyhogy riasztottam 3-4 barátnőmet másnaptól, és konkrétan ilyen reggel 8-tól este 10-ig ültünk, csomagoltunk, dobozoltunk, Excel-t néztünk, GLS-nek pakoltuk, jött a GLS-es fiú, tehát ilyen halmokba állt a lakásunkba a kártya bedobozolva, úgyhogy az nagyon kemény néhány nap volt, de nagyon jó volt. De várjál, mert itt nagyon sok magas labdát adtál, amire, tehát ezeket le kell csapjuk majd, és mindjárt le is fogjuk csapni, de az első kérdés, hogy mennyi idő alatt jutottunk el onnan, hogy megszületett az ötlet, megszülettek akkor a kérdések, és onnan, hogy akkor csomagoltatok? Hát mondjuk szeptember vége, és december eleje. December 6-án jött ki. Úgyhogy ez ilyen elég rapid történet volt. Ez tipikusan az, sorsszerűen ennek a kártyapaknak meg kellett születni akkor, hogyha az a 80 kérdés az eleve így jött ki belőled, aztán pedig a gyártó, a grafikus, amit... Óriási, nagyon kevés ilyen történetet hallok, ami egy ilyen sikertörténetnek a legeleje, hogy akkor ennyire adta magát a helyzet. Te ezzel adta a 3 hónap alatt, hogy érezted magadat? Kicsit bizonytalan voltam, hogy jó lesz, de közben valahogy azért mélyen hittem benne, pont azért, mert ilyen próbáltam magamból kiindulni, meg az ismeretségi körből, meg abból, hogy egyébként ezek a kártyák kint biztos nagyot mennek, és nagyon szeretik őket az emberek. És igen, igaziból amiatt, hogy ezt egy értelmes terméknek tartottam, és plusz bíztam benne, hogy a design szempontból is szeretni fogják az emberek, ezért viszonylag bizakodó voltam, de nyilván, amit mondtam, hogy azért felmerült ez a gondolat, hogy mi van, ha utána nem jól alakul. Kitaláltad ezt 2020 szeptemberében, decemberében már kész is volt, egy óra alatt, talán 2 alatt megsikerült a 80 kérdést is alkotni, aztán jött a design, jött akkor a gyártás, és hirtelen ott álltad magadat, hogy megosztottad, majd megosztották baromi sokan, és akkor ott álltál
ezer kártyával, és azt el kellett csomagolni, barátnőkkel ott voltunk, és elindult a körvonal. Hogyan tovább? Mi volt ezután? Milyen lavinát indított ez el a te életedben egyáltalán? Hát azt, mire kihevertük ezt a pár napot a decemberben, az eltartott egy ideig. Hát nyilván közben már, mikor elfolytak a kártyák, akkor gyorsan reagáltunk a nyomda felé, hogy akkor utánnyomás, hogy mikor, de az már esélytelen volt, hogy kijöjjön karácsonyra, és őszintén örülök is neki, mert tényleg így is azért megmaradt extrém. A karácsony. Igen, volt egy kis hangulata. Úgyhogy azt elindítottuk, de végül januárban jött meg az új termék, úgyhogy addig előrendelhető lett a termék, úgyhogy ezt közben folyamatosan vitték, mert ugye csomóan szomorkodtak, hogy milyen jó ajándék lett volna, és mennyire sajnálatos, hogy lemaradtak. Úgyhogy mondom, ezt kihevertük azt a pár napot, és akkor egyből szerződtünk egy logisztikai központtal ezután, hogy mondtam, hogy hát ezt biztos, hogy nem fogom tudni fenntartani, hogy én most nyilván ilyen robbanás nem lesz, és nem lett még egyszer, de még az se, hogyha ennek a, nem tudom, tizedét kéne csinálnom, vagy kis részét, úgyhogy gyakorlatilag még decemberben leszerződtünk a webshipivel, akik most csomagolnak, raktároznak, kiküldenek, mindent csinálnak, úgyhogy nélkülük nem is tudom, mi történne velem. Szerintem a barátaid mind örülnek annak, hogy nem nekik kell. Nagyon boldogok voltak ők is, amikor meghallották. Nézd, kevesen élhetik át azt az élményt, hogy tényleg karácsonyi angyalkák lehetnek. Ez az esetben ez működik, nem? Hogy működött. Hát így, ez így igaz. Nem tudom, így képzelték-e, de igen. Lehet, hogy csalódás lett a vége. Inez, ugye itt felmerült a kérdés, hogy ugye többször is megemlítetted az előző fél órában, hogy ugye megosztottad Instagramon, ahol már volt egy követőbázisod, de oda hogyan jutottunk el? Tehát mi volt a követőbázisodnak az alapja, esetleg aki nem ismert eddig? Hát ez mélyre nyúlik, vagy nem tudom, régre nyúlik vissza. Az Instagram, gyakorlatilag 10 éve vagyok fenn Instagramon, ezt onnantól, hogy akkor jöttem össze a férjemmel, akkor azóta vagyunk együtt, és akkor regisztráltam, és akkor nem volt ekkora kultúrája az Instagram, nem tudom, mennyire emlékeztek, akkor nem volt ilyen nagy dolog szerintem, tehát akkor indult be itthon, igen. Ott jött be, hogy követővásárlás, meg nem tudom, miket nyomtak az emberek pár évvel később. De igen, tehát ott még, és akkor megszületett az első kisfiam 7 éve, és ott én elkezdtem ilyen egészen őszintén kommunikálni így az anyaság nehézségeiről, de hogy nem ilyen mélyen, meg semmit, csak hogy kiraktam, tudod, egy képet, amin ekkora karika volt a szemem alatt, meg nem aludtunk semmit, és akkor ilyen kicsit vicces, kicsit szarkasztikus, kicsit ilyen öniróniával fűszerezve kommunikáltam így az egészről, és ez nagyon-nagyon tetszett az embereknek, hogy mert akkoriban, mert most már azért egész sokan szerintem így beleállnak dolgokba, meg nyíltan beszélnek, de akkoriban ez nem volt így trendi, hanem akkor mindannyian még a filterezett kajafotónkat raktuk ki, igen. Tudod, a nem tudom, milyen dark módba, és mindenki a kávéját kirakta, ha kellett, ha nem, és akkor szerintem az egy kicsit ilyen új volt az embereknek, hogy én arról beszélek, hogy most ez nehéz, és hogy az anyaság árnyoldalai, vagy nehezebb oldalai, úgyhogy úgy mondom, hogy amúgy nem volt egy ilyen nagyon nehéz gyerekem, vagy nem volt olyan nehéz az időszak. Na mindegy, de hát nyilván általánoságban azért az ember nem alszik egy ideig. És akkor így elkezdtek jönni az emberek az oldalamra, és valahogy utána én meg elkezdtem jobban figyelni így a képek minőségére, hogy mit posztolok, akkor szerintem az volt még egy, az külföldön már akkor is nagyot ment, ez a minden hónapban lefotózod a gyerekedet valamivel. Aha. És akkor én mindig egy pingvint raktam mellé, és hogy ez így ment végig 12 hónapig, és azok is ilyen akkoriban ilyen nagyon-nagyon nagy eléréssel bírtak, és akkor valahogy így az emberek szerintem úgy kapcsolódtak van képeimhez is, meg a szövegekhez, és valahogy így elkezdett megépülni egy ilyen közösség ott, ami nem volt tudatos, vagy nem volt szándékos, valószínűleg pont ezért. De hogy akkor ilyen fiatal anyák voltak az inkább a óriási. Mindenképpen szerintem egy szót ki kell emelnünk. Ebből a történetből is, a játékból is, meg a sikeréből is. Ez szerintem az őszinteség. Azért volt sikeres szerintem ez a Facebook, Instagram feed, mert őszinte volt, mert te voltál. Ezért kapcsolódtak az emberek. A játéknak ez a felhívó, egy szabály van, légy őszinte. Tehát az őszinteség, és ez a mai világunkban szerintem kiveszőben kezd lenni, egyre kevésbé merünk őszinték lenni, talán ezért is sokan kapcsolódnak egy ilyen típusú lehetőséghez, amit a játék biztosít. Hát, vagy ez jó kérdés amúgy, hogy merünk egyáltalán őszinték lenni, vagy te most már mit látsz? Mert az egy dolog, hogy én például pszichológus vonalban más látok, mert ott egy buborékkal találkozom, akik már szűrten úgy jönnek, hogy akkor terápia. De hogy te a hétköznapi civil emberrel találkozol ezzel kapcsolatban, amikor a játékról beszélünk, vagy egyáltalán erről az egész jelenségről, hogy akkor akarjunk beszélni.
Te ebből mit látsz? Hát aki megveszi szerintem az ilyen jellegű játékot, az azért szeretne őszinte lenni, meg szeretne megnyílni, meg szeretné a családját és barátait megnyitni, úgyhogy abszolút van erre indítatás az emberekben. Remélem. És itt jön vissza akkor a másik része, ugye, az előző rész, hogy akkor megvan a körvonal, sikerült, és akkor már meglett az apparátus is, hogy akkor nem a ti garázsotokban van a csomagolás, stb. És akkor beindult a gépezet. Onnantól már ment automatikusan, jöttek valószínűleg, gyanítom, az ötletek akkor a következő verziókra, és ez az elmúlt két évben meg is született 5 vagy 6 még másik verzió, ugye? Igen. Ami hihetetlen termelésnek mondható szerintem eleve. Viszont bejön az ember része is, az őszintességhez akarom ezt kapcsolni, mert hogy akkor voltak neked barátaid, akik anyaként segítettek ugye karácsony előtt, de mi van a másik felével az embereknek, akiknél megjelenhetett mondjuk az irigység? Hát egészen konkrétan egy olyan lány volt, aki írt nekem Instagramon, miután ugye ez így történt, meg kommunikáltam az egészről, miután elment az első körkártya, és ő azt írta, hogy hát eddig kedvelt, de most, hogy látja, hogy ez csak egy üzleti fogás, így, hogy meg nagyon gáz, hogy nem is tudom, mit mondott, hogy nem azt mondta, hogy koppintottam, de hogy ez már ugye egy létező termék volt, és pont így visszaírtam neki, hogy egyébként akkor nem kéne több kávézónak nyílnia, meg nem kéne több ruhamárkának lennie, meg nem kéne semmilyen szinten előrébb lépnünk az életben. Tehát, hogy igen, és hogy utána igaziból tök normálisan válaszoltam neki, és utána annyit csinált, hogy mindig ilyen ironikus smiley-kat, meg nem tudom, emoji-kat küldött, és egy ponton írtam neki, akkor úgy érzem, most el kell búcsúznunk egymástól, mert nekem már most így további van, nincs nagyon szükségem az üzeneteidre, és ő volt egyetlen, akit le is tiltottam, mert hogy azt éreztem, hogy nem, mert hogyha egy beszélgetés alakult volna ki, hogy elmondja, hogy tök normálisan, nem így, hogy most ez is mi, hogy eddig kedvel, de most, hogy csináltál valamit, aminek sikeret, már ezzel is nehéz mit kezdeni. Úgyhogy ez az egyetlen ilyen negatívum volt, és ez egyébként érdekes, meg is osztottam az emberekkel, hogy egyébként jött egy ilyen, mert kíváncsi voltam, hogy úgy egyébként ki merre billen, hogy most is sokan ezt gondolják, hogy na, tudod, menjek a francba, hogy most ez jól sikerült, és mindenki visszaírta, hogy nem ár, meg úristen, hogy tényleg mi bajuk van. Aha. Úgyhogy hál' Istennek ilyen szempontból, ami még jött, de az talán nem annyira negatív, az inkább ilyen kicsit vicces, így a feedbackként, hogy az emberek azt mondták többen, hogy jaj, hát ez olyan egyszerű, nem tudom, miért nem én csináltam meg. És hát igen. De ezek a világ találmányira szerintem mindegyikre elmondható, hogy hát miért nem találtam ki? Hát a lehetőség igen. Adott volt, tehát igen, bárki meg, számára igen. Adott. Facebookot miért nem mi találtuk ki, nem? De milyen jó lett volna. Igen. Na mindegy. Ja, mondjuk lehet, hogy lassanként én leiratkozom róla, de ez igen, egy másik téma. Én mindenképpen szeretnék arra rákérdezni még, hogy ugye most is mondta Bendegúz, van még 5, még 6, nem tudom még hány. Ennek hogyan történik? Van tesztelése? Leültek a barátaitokkal? Van egy tesztcsoport, fókuszcsoport, hogy ez működik-e? Jó-e? És ha igen, csak... akkor hol lehet jelentkezni? Ja, én is jövök. Következőnél titeket foglak hívni. Köszönjük. Hát ne, most erre is jól hangozna, hogyha azt mondanám, hogy igen. Nyilván minimális szinten teszteljük a gyereket, például nyilván a saját gyerekemen teszteltem, mikor megírtam a kérdéseket, és ott láttam, hogy ott tudtam befűzni, hogyha milyen korosztálynak tudom szánni. A párbeszédnél csináltunk, igen, hogy mindenki, vagy nem tudom, Sára és én hazavittük, hogy a férjeinkkel dobjunk elő, és mindig az volt a megnyugvás mindegyik játéknál, amikor tényleg azt éreztem, hogy mondjuk két kártyával egy órája játszunk, vagy beszélgetünk, és még azt mondjuk, jó, akkor így nagy baj nem lesz talán. És a kettő, egyik az egynél nem volt demo, az nem tudom, hogy nem volt tesztelés az elsőnél egyáltalán, ott azt csináltam, hogy elküldtem ugye a férjemnek és a nővéremnek a kérdéseket, hogy nézzék már meg, hogy most ez így szerintük oké, vagy nem, de hogy több embernek nem is akartam, mert nem tudom ennek mi az oka. Meglepetés. Igen, nem, valahogy lehet, hogy pont az, hogy úgy elveszteni a varázsát, hogy nekem kiküldeném, hogy fú, nézd meg, és tudom, hogy minél több vélemény jön, meg minél több meglátás, az ott engem is kizökkent, tudod, hogy lehet, hogy amúgy egy kérdést tök jónak gondolnék én magamtól, de valaki azt mondja, hogy fú, hát ez nagyon rossz, én ezt kiszedném, és talán már beleülne a bogár a fülembe, hogy jó, akkor jó, lehet, hogy nem elég jó. Úgyhogy ezt el akartam kerülni, hogy nyilván, hogyha mondjuk a, nem is tudom, férjem vagy tesóm valaki mondta, hogy fú, hát ezt én lehet, hogy picit átfogalmaznám, azt megfogadtam az ilyen tanácsot, hogyha mondjuk valami félérthető volt, vagy nekem egyértelmű volt, másnak nem, de ez így pont elég nekem, ez a szűk kör. Aha. De akkor itt bejön az a pont, hogy asszertív kommunikáció az őszintesség mellett. Lásd, az legyen, aki ugye
azt mondta, hogy ő csalódott benned, hogy akkor most már egy nem azt képviseled, amit eddig képviseltél, blablabla, bla, bla. Uh-huh. És akkor ott meg az jön, hogy hát ez nem volt túl asszertív ezek szerint. Cserébe meg ugye kapod a támogatást, uh-huh. de kapsz visszajelzéseket is, ami uh-huh. olyan, hogyha mondjuk valamire rávilágít, hogy ez nem túl jó. Na most, ami engem nagyon foglalkoztat és érdekelne, az egyéni oldala ennek. Itt voltál fiatal anyukaként, egy vagy két gyerekkel, akkor már kettő gyerekkel, és létrehoztál egy tök jó dolgot. Ez rád milyen hatással volt utána? Tehát érezted egy nyomást, uh-huh. vagy egy sikert, vagy azt érezted, hogy kész, hátradőlök és meg vagyok, vagy akkor csináljunk tovább, vagy mi volt itt ezután a belső oldala? Hát nagyon érdekes, a sikert így talán még most sem úgy élem meg, ahogy, ahogy lehetne, uh-huh. vagy ahogy megélhetném. A nyomás inkább, amit talán érzek folyamatosan így magammal szemben, meg igen, hogy azt érzem, hogy van mondjuk egy szint, amit most ami a visszajelzések alapján, meg amit így hallok, látok, és hogy ezt fenntartani, akkor ezt csinálni, hogy folyamatosan van új ötletem, azt megcsinálni jobban, vagy hasonlóan legalább, úgyhogy nem érzem, hogy így nagyon beleültem volna ebbe, hogy ezért is jön ki szerintem ennyi új termék, még ezért forgatom vissza folyamatosan a bevételt is egyébként új termékekben, meg gyártásban, mert valahogy így azt érzem, hogy ebbe fejlődni kell, és hogy van egy cél a szemem előtt, és azt érzem, hogy az még iszonyú messze van. Hú, ez magas labda. Jaj, olyan éreztem. Mi ez a cél? Mi a cél? Hát nyilván ilyen külföldi piacokra is bemenni, és hát kérdés, most ennek itthon mindig ezt beszélgetjük a férjemmel, hogy vajon ez most meddig fog még kitartani, ez a hype, meg ez az egész sikerszéria. Most egyelőre így két év után azt mondhatom, hogy gyakorlatilag sőt, tök jó az egész, tehát hogy ugyanolyan jó irányba megyünk, és igen, most az a cél, hogy így a külföldi piacokra. De várjál, akkor viszont adódik a kérdés, hogy lesz egyáltalán olyan pont, amikor te azt mondod, hogy kész. Nem tudom. Hát remélhetőleg nem. Inkább szerintem az az érdekesebb, bár ez is egy érdekes gondolat, de hogy te már csak ezzel foglalkozol? Nem. És lesz-e ilyen? Hát igen, ez szerinted a nagy kérdés. Szeretnéd, nem szeretnéd? Hát, hogyha külföldre merészkedtek, akkor az így a nagy falat, igen, abszolút. Tehát már így is nagyon nagy falat, tök őszintén vinni ezt az egészet, úgyhogy nem, hát van az ügynökség még emellett, úgyhogy pont ebbe vagyok itt most egy picit megütve, ebbe az időhiány, és kicsit igen. És ez a másik része az előző kérdésemnek, amire szeretném, hogy kitérjünk egy picikét. Ezzel is adva talán egy kis támpontot, és talán motivációt sok hasonló helyzetű hölgynek, fiatal anyukáknak, hogy te két gyerekkel megcsináltad, ott voltál, de hogy ezt most hogyan tudod még mindig menedzselni? Uh-huh. Hát azért az iskolás a nagyobbik gyerekem, és bölcsbe erre picit, ez uh-huh. már önmagában azért egy fél más siker, hogy, hogy van egy fél napunk dolgozni. Uh-huh. Hát szerintem a legtöbb anyuka, tehát az is, számomra az is hasonlóan fárasztó volt, vagy lenne, hogyha otthon lennék egész nap, mert uh-huh. tudom, milyen otthon lenni, úgyhogy az is egy full-time jobnak uh-huh. élem meg. Ez csak máshogy fárasztó szerintem. Aha. Tehát hogy nem gondolom, hogy ez fárasztóbb, vagy az fárasztóbb, szerintem mindenkinek a maga uh-huh. dolga, amiben van, azt éri meg jól, vagy, uh-huh. vagy nehezebben. Úgyhogy ezen én nem szoktam gondolkozni, csak így megyek, aztán csinálom. Adtál még egy másik magas labdát, amire mindenképpen le akartam csapni. Sokat adtál még. De tök könnyű, mert akkor visszajön az, hogy jól tudsz beszélgetni, és könnyen. Szóval hál' Istennek, hogy ugye, igen, ezt most megint elmondom, hogy fiatal anyukaként megcsináltad, létrehoztál, sikerült, viszont mi van itt akkor az anyai oldallal, hogy ilyenkor mennyire helyeződik át vajon a fókusz csak a munkára, egy sikeres terméknek a tovább brendelésére és építésére, és mennyire veszik el vajon a fókusz a családról? Mert nagyon sok példát láttam sajnos a mai világban, hogy rengeteg karrierista nő és férfi, és elveszik a család a munka mögött. Uh-huh. Hát ez nekünk is egy nagy dilemma mindig, és, uh-huh. És ezért vezetünk egy csomó olyan dolgot a férjemmel, hogy régen például volt időszak, mikor tényleg annyiszor csörgött a telefonom egy nap, hogy akkor este 6-kor jutottam oda, mindenkit visszahívok. És az már ugye az otthoni idő volt. Aha. És mondtam, hogy pillanat, mindjárt jövök, mentem telefonálni, és a férjem mondta, hogy ezt nem lehet csinálni, én is éreztem. Úgyhogy most már ez van, hogy otthon, hogyha hazérünk, nem viszem haza a laptopomat az irodából, nem nagyon veszek fel a telefont este, csak hogyha valami nagyon ég a ház. Úgyhogy ilyen szempontból azért igyekszünk ott lenni, meg hál' Istennek nem érzem a gyerekeimen,
hogy, hogy ebből érzékelnének bármit, meg igyekszünk azért minőségidőt tölteni velük. De hát ez most egy ilyen időszak, egy picit ezzel nyugtatom magam, meg magunkat, hogy, hogy most ez ezzel jár, de, de nem érzem, hogy a gyerekeim meg síny lennék, hál' Istennek. Hát mert ugye arról sokkal kevesebb szó esik ebben a hímsóminiszta társadalmunkban, hogy apa hiány van mondjuk a gyermek nevelésében. Az tök oké volt régen is, most is ugye apa eltartja a csel. Kicsit igazságtalak érzem a helyzetet, hogy nyilván én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb, mert van olyan dolog, amit egy anya, egy anyai erő, egy anyai szeretet nem pótolhat. Egy apai szeretet az más. Nyilván. Mind de... a kettőnél van olyan szerintem, amit nem pótolhat se anya, abszolút, se apa. Abszolút, abszolút. Tehát hogy az csak egyik hogy ezt, a másik azt. Csak ugye a kérdés általában mindig a hölgy kollégákat vagy a nőket érinti, szerintem erősebben. Szerintem te is, bár nem látok bele természetesen a család életekbe, de ha az elmondásod alapján, igenis meg lehet csinálni. Igenis lehet ezt jól kezelni, és működik, úgyhogy szerintem a mai beszélgetésünknek is ez, vagy én szeretném, hogy legyen ez egy ilyen iránymutató, hogy igenis merjék bárki, legyen az férfi, nő, van egy ötlet, menjen végre rajta, csinálja meg, mert lehet. Még egy ilyen 2020-as évben is lehet bármit csinálni. Meg, de hát akkor adódik a kérdés, hogy akkor bármi áron egyáltalán tényleg lehet-e ezt úgy? Mert hogyha ott a család, akkor azért annak mégiscsak prioritásnak kellene lennie, nem? Hát igen, de mondjuk vissza gondolva, itt ez nem az volt, hogy én ezt kitaláltam, és utána napi 24 órát pörögtem ezen, és a gyerekeimet hátra lögdöstem, hogy most nem érek rá ezzel foglalkozni, tehát hogy azért azt meg tudtam úgy oldani, hogy napi 1-2 órán ment rá ennek a szervezésére, meg telefonokra, meg ilyenekre. Úgyhogy ez is függ nyilván, hogy kinek milyen ötlete van, az, hogy tudja kivitelezni, mennyire kell neki ott lennie minden lépésnél, vagy, vagy minden fázisnál. És hogy ez igen, hogy lehet megoldani. Most ennél az volt a szerencsés helyzet, hogy azért le lehetett úgy hozni, hogy nem kellett nélkülözni a családomnak engem, nem tudom, napi 10 órára. Mivel vannak itt is nehezebb, meg hosszabb napok, meg oda kell menni a nyomdába, meg leutazni, meg nem tudom, de hogy ezeket azért úgy, hogy azt gondolom, menedzselhető. És visszatérve, bocs, még így az anyuka témára, szerintem az nagyon fontos, és ezt kéne látni, hogy pont ez a nyomás, amit mondasz, hogy minden anyukán ott van, aki dolgozik, aki nem dolgozik, és mindenki be van nyomasztódva, vagy aki nem dolgozik, az azt gondolja, hogy basszus, nem tudom, miért nem dolgozom, meg azt várják tőlem, hogy még az anyaság mellett dolgozzak, akkor aki dolgozik, az azon nyomasztódik, hogy nem voltam eleget a bezzeg, ő ott a játszótéren, aki már 4 órája csúszdáztatja a gyerekét, mennyire jó fej. Ez mindenkiben benne van, és szerintem ez egy nagyon rossz dolog, ez nem tudom, hogy magyar, vagy általános dolog, hogy így egymást minősítjük, meg gondolunk mindent, hogy szerintem ilyen általános szabály, hogy aki gyereke van, és aki szülő, az már önmagában egy nagyon nagy dolog, hogy mennyi munkával jár ez, az, hogy most plusz munka, más munka, milyen munka, az szerintem tök mindegy. Talán azért is nehéz, hiszen most már egy kétkeresős társadalmi modellben vagyunk régen, ahol most már mind a két tagnak keresnie kell ahhoz, hogy hónap végén kijöjjünk, és ez egy össztársadalmi jelenség sajnos, és elképesztően nehéz dolga van ma már a szülőknek, nőknek, férfiaknak egyaránt, hogy akkor mi az egyensúly, a munka, a siker, a karrier, vagy pedig a magánélet és a magánéleti siker. Én úgy látom, hogy a magánéleti siker az igazán siker, ami igazán számít hosszú távon, de ezt kiegyensúlyozva még azért lehet alkotni, hál' Istennek, a karrieren belül is, úgy, hogy nem megy a családról rovására. Szerintem erre egy nagyon jó példa vagy. Reméljük, hogy az idő is majd bennünket fog igazolni. 10-20 év múlva. Amen. De azért kavarodjunk már vissza egy icipicit erre a játékra. Mert én, amit láttam, ugye reggel mi ezzel kezdtünk 7 órakor. Kihúzott a Bendegúz nekem egy kártyát. És nekem nem is azt tetszett benne a legjobban, nekem ez az első találkozásom volt a műveddel, a játékkal, a körvonallal, hogy mit válaszolok, hanem én már most láttam, hogy én arra figyelnék egy társaságban, hogy hogyan válaszol a másik. Igen. Mely egy új aspektusa lehet ennek a kérdésnek, vagy ennek a játéknak. Hát azt gondolom, hogy ez nem is kérdés, hogy mi ajánljuk mindenkinek. Így igaz. Próbáljátok ki. Autentikusan zárjuk le akkor ezt húzunk ezt az adást, hogy mi húzunk egy kártyát. Hú, de izgalmas. Én ez akkor tényleg megtiszteltetett feladat. Igen, mi volt a lapunk? Mire vagy a legbüszkébb? Na, mire válaszoltok? Válaszoljunk. Jó, te kérdeztél, úgyhogy akkor Szabi, miről vagy a legbüszkébb? Mert hogy ilyenkor mindenki válaszol. Igen. Hát, igazival bármi lehet. Aha, bármi lehet az is, hogy csak a kihúzza és csak aki. Mire vagyok a legbüszkébb? Arra vagyok a legbüszkébb, és ez egy őszinte válasz lesz, és hogyha már hozzateszi az ember, hogy őszinte válasz, akkor lehet, hogy nem őszinte, nem tudom, mindegy, hogy
vannak időszakok az életemben, amikor sikerül legyőzni önmagamat. Erre büszke vagyok. Hmm. Na szép igen. Válasz. Igen, ah, igen, köszönöm. Igen. És ezután mit mondjunk? Nem tudom. Jó, akkor nem kell kontrázni, hány Istennek ez a Én arra vagyok a legbüszkébb, hogy a viszonylag fiatalon sikerült úgy építeni az életemet, hogy sikereket érhettem el, olyan dolgokat élhettem meg 20-as éveimben, amiket az emberek 30-as éveiben nem szoktak még általában, és hogy minden mellett szellemileg épp vagyok, és azt tudom mondani, hogy boldog. Yeah. Amen. Így megfejelted az enyémet, igen, teljesen az jó. Jaj. Na én ez... Jó, nem tudom, hogy lehet, hogy új kérdést húzok. Hát ez egyébként egy tök nehéz kérdés, szerintem. Vagy hát nehéz erre válaszolni, ne klisét mondjon az ember, meg ne vesszen el itt az általános válaszok között. Nyilván most nekem azért hagyja magát, hogy a gyerekeimre vagyok a legbüszkébb, meg arra, amilyenek ők, és ahogy az emberek is látják őket, talán ennél nagyobb dolgot így nem tudnék csinálni. De persze nyilván büszke vagyok arra, ami lett a körvonalból, ahogy alakul, hogy ennyi ember házába és otthonába tud lenni, és akár jó, vagy akár mondjuk kicsit nehezebb pillanatokat, de valahogy felold dolgokat, úgyhogy ezekre vagyok talán, hogyha ki kéne emelni. Én ez egy tökéletes zárszó volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És sok sikert majd akkor a következő kártyalapokhoz, a tesztelésre meg majd akkor várjuk a keresésedet minden esetre, úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy itt voltál. Köszi én is, sziasztok! Hello.